Arra szeretnélek kérni titeket, hogy most álljanak fel azok, akik teljesítették a fekete borítékban lévő feladatot, és készítettek fotót előadóinkkal, és feltöltötték a Facebook oldalra. Jó, sokan vagytok. Akkor most hárman gyertek fel ide mellém a színpadra. Ott van oldalt a lépcső. Szerintem innen az elejéről vagy a szélső sorokból könnyebb lesz. Van itt nektek egy mikrofonunk is. Azt szeretném kérdezni, hogy amikor elindultatok reggel a rendezvényre, gondoltátok volna, hogy ma még a színpadon is fogtok állni? Hölgyek, ki az elsőbség? Nem. Nem. Őszintén szólva, én sem, nagyon megleptél. Ugyanezt gondolom. Nem gondoltam volna. Maradjatok még itt, mert még lesznek hozzátok kérdéseim. Akik most itt állnak mellettem, részt vettek ma egy kísérletben. Ugyanis az volt a szervezőknek a kérése, hogy találjunk ki valami aktivitást, amivel meg lehet itt mozgatni a résztvevőket. Én meg szeretek ember kísérletezni. Úgyhogy végre elárulom, hogy mi történt itt ma. Kitaláltunk egy olyan kísérletet, amivel lemodelleztük tulajdonképpen az élet kaotikusságát, tetteink következményeit és a váratlan fordulat bekövetkeztét. Már reggel, amikor megérkeztetek a rendezvényre, eldőlhetett, hogy ki fog ma részt venni ebben a kísérletben. A regisztrációnál, amikor megkaptátok a badge-eket, a hosteszek megkérdezték, hogy kértek-e ilyen matricát. Én épp egy sárga csillagot kaptam, de mindenki kapott valami geometrikus formát, aki kért. Ez ott a reggeli forgatagban egy ilyen igazi, gyors döntést igénylő helyzet volt. Most kérsz vagy nem kérsz matricát, nem lehetett itt teket óriázni. És azt gondolom, hogy az életben is nagyon gyakori az ilyen helyzet, ezért is találtuk ezt ki. Az én életemben különösen gyakoriak ezek a gyors döntési helyzetek, ám mégis az volt a legmeghatározóbb, amikor egy reklámügynökségnél dolgoztam, és az akkori főnököm teljesen váratlanul elém tolt egy versenytilalmi szerződést, hogy ő most fél év után úgy gondolta, hogy akkor most engem ezzel beszabályoz, én ott ezt döntsem el, hogy kell vagy nem kell. Ott ültem, hogy most ezt a szerződést aláírom, de akkor ilyen szigorú körülmények között kellene tovább dolgoznom. Vagy nem írom alá, akkor meg hogyan tovább? Nem írtam alá ezt a szerződést. De mi megnéztük, hogy ti hogyan álltok az ilyen döntési helyzetekhez. Majdnem 300-an kértetek reggel matricát, aminek én nagyon örülök, ez egy tök jó eredmény, hogy ennyien bemertétek vállalni, és így gyorsan tudtatok reagálni egy ilyen helyzetre. De akkor most Mártát megkérdezném, hogy te miért kértél matricát, neked egy jó piros szívecskéd van, az tök jó. Szerintem aranyos volt, és kettő fajta volt a végén, és akkor a szívecskét választottam. Na, ez már így teljesen jó. Nektek majd még lesz több kérdésem. Igen. De hogyha van indok, hogy te miért kaptál piros szívecskét? Hát ez nekem teljesen véletlen volt. Igazából egy választásom volt, hogy egy cuki rózsaszín felhőcske, vagy igazából nem tudom, hogy mit ábrázolt, vagy egy szívecske. Inkább a szív mellett döntöttem. De bevállaltad, ez a lényeg. Így van, köszönöm. És te a rózsaszín... Ez a felhőcske, a virág? Ez egy felhőcske? Virág? Hát én nem tudom. Nem emlékeztem, hogy... Én nagyon fáradtan jöttem be ide reggel, és első kérdés, amit hozzám szegeztek, hogy kérek-e matricát. És egész nap kerestem benne egy matricát, mert azt hittem, hogy kapok egy ilyen matricát, mint a kitűző, és ilyen tök jó felragasztani, mit tudom én. És tényleg azt hittem, hogy sokat nézegettem ezt a könyvet, és azt hittem, hogy kiesett a földre vala, úgyhogy meg voltam lepődve, hogy nem. De ez külön jó, hogy még fáradtan is bevállaltad. Hát külön jó, anyukám miatt jöttem el, mert ő mondta, hogy nagyon sokat fog itt tanulni, és igaza lett.
A matricásoknak folytatódott tovább a játék, és kaptak egy ilyen piros borítékot a hostesseinktől. A borítékban egy cetli lapult egy feladattal. Gyűjts össze 5 darab e-mail címet. Hát, ezzel a feladattal szándékosan szerettük volna generálni, hogy itt ismerkedjetek egymással, hiszen ez a rendezvénynek az egyik nagyon fontos célja. Másrésztről az életünket is meghatározzák kapcsolataink. Mások segítsége, támogatása nélkül ugyanis nehéz eredményeket elérni. Így volt ez velem is, amikor nem írtam alá azt a bizonyos szerződést. Felhívtam az ismerőseimet, kétségbe esve, hogy már megint munkanélküli vagyok. Most mi legyen, mit lehetne tenni. És a segítség nem várt formában érkezett, és a felmondásomtól számított egy hónapon belül, teljesen váratlanul lehetőségem adódott arra, hogy régóta dédelgetett álmomat megvalósítsam, és megalapítsam a saját reklámügynökségemet. No, de mi borítékot is számoltunk. Nézzük, hányan adtátok le a piros borítékot. 81-en. Ezt még itt is ki tudom matekozni, hogyha felszorzom 5-tel, akkor ez 405 új kapcsolat itt a rendezvényen, ami azért az átlagos 1%-os konverzióval is őrületes 4-en, mondjuk, lesztek, akik ezt tovább folytatják a rendezvény után is, mondjuk egy sör mellett. Az meg külön öröm volt számomra nézni, ahogy töltögettétek a cetliket, és nagyon vicces volt, mert például volt Anna, akivel beszélgetésbe elegyedtem inkognitóban itt a cetlizés közepette, és elmesélte, épp ott egy asztaltársaságnál cserélték az e-mail címeket, hogy ő nem mert volna egyébként oda menni ahhoz a társasághoz, hogyha nincs ez a feladat, úgyhogy ennek tényleg nagyon örültem. És ez lenne hozzátok a következő kérdésem, hogy nehéz volt elkérni másoktól az e-mail címét? Köszönöm. Nem. Főleg, hogy így ismerősökkel jöttünk, meg igazság szerint ott a társaságnál. Ugyanez nálam is a szituáció. Én is kollégákkal jöttem, illetve elég közvetlen személyiségnek tartom magam. Tehát egyáltalán nem volt probléma. Ezt már bebizonyítottad. Ennek nagyon örülök. Ugyanígy, ugye anyukámmal és a kollégáival jöttem. De én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon egy ilyen közösség verődött gyakorlatilag össze, és nagyon közvetlenek voltak az emberek, és nem ütközött gyakorlatilag nagy nehézségekbe ezek a e-mail címeknek az összegyűjtése. Na, nem fogunk titeket kéretlen levelekkel bombázni ezután, efelől szeretnék mindenkit megnyugtatni. Viszont a játék folytatódott tovább. Akik leadták a piros borítékot, kaptak egy következőt, a feketét. A feketében az újabb feladat az az volt, hogy készíts fotót egy TEDxYouth előadóval, és tölts fel a Facebook oldalunkra. Bátornak kellett lenni már ehhez a feladathoz, és be kellett vállalni a nyilvánosságot. Azért gondoltuk ezt a feladatot fontosnak, mert ez az életben is így működik. Meg kell mutatnunk magunkat, ki kell lépnünk a fénybe ahhoz, hogy megtaláljanak a lehetőségek, hogy tudjanak rólunk, hogy megmutassuk magunkat a világnak. Velem is így volt ez, miután megalapítottam az ügynökségem. Elkezdtem egy aktív szakmai Facebook oldalt üzemeltetni, webináriumokat tartottam, szakmai előadásokat vállaltam különböző konferenciákon, mindezt azért, hogy minél többen tudják meg, hogy mivel foglalkozom. És ennek meg is lett az eredménye. Számos új megbízást kaptunk ennek következtében, és a céget is sikerült pozícionálni. No de, megint számoltunk. Nézzük meg, hogy hány fotó került fel. 39, azért morzsolódtatok le folyamatosan. És most megint megkérdeznélek titeket, hogy hogyan választottatok előadót a fotótokhoz. Nekem barátnőm adott elő, úgyhogy már azzal kezdte az egészet, mielőtt megkaptam volna a borítékot, hogy szükségem lesz rá. Na. Nekem pedig az egyik kollégámnak az ismerőse adott elő, így én is elég könnyű szituációban voltam, mellesleg őt már hallhattátok. Úgy tűnik itt mindenki mindenkit ismer. Hát ez nem baj. Én ma reggel ismertem meg Dávidot, nagyon jó fejsrác, és nem tudom, így adott volt a dolog, hogy hozzámegyek, meg nagyon tetszett az előadása. Hát ezt meg Dávid nevében is köszönöm, hogy itt rocksternak érezhette magát egy pillanatra.
feltöltöttétek a fotókat, mi elkezdtünk izzadni, ugye letöltöttük őket, és mint emlékeztek, azzal kezdtem a prezentációmat, hogy kivetítettük a fotóitokat. Megkértelek titeket, hogy álljatok fel, majd három embert felhívtam ide magam mellé a színpadra. A képletbe ekkor lépett be az a bizonyos szerencsefaktor. Tagadhatatlan, hogy sikereinknek a szerencse is része, hiszen a színpadra azok tudtak feljönni, akik azért itt az elején vagy szélén ültek, középről gyakorlatilag azért ez lehetetlen volt. A probléma viszont az, hogy sokan hajlamosak csak erre a bizonyos utolsó szerencsefaktorra emlékezni, és nem belegondolni abba, hogy egyébként a sikerünk az mindig korábbi tetteink következménye. Akik most itt állnak mellettem, ők is megtették azokat a bizonyos apró lépéseket, tetteket. Már reggel gyors döntést mertek hozni, még hullafáradtan is. Kapcsolatokat építettek, az összes ismerősük e-mail címét leírták. Majd fotózkodtak is, bevállalták ezzel a nyilvánosságot. És hát a végén még jókor voltak jó helyen, és így váratlanul a színpadra is feljutottak. Úgyhogy gratulálok nektek, és köszönöm, hogy részt vettetek a játékban. Egy pillanat. Titeket pedig arra szeretnélek kérni, hogy gondoljatok bele, mi mindenre vagytok képesek, hogyha megteszitek a saját életetekben azokat a bizonyos apró lépéseket. Köszönöm szépen!